Újabb bemutatóra készül a nemrég megalakult Városi Színház. A társulat ez alkalommal a Csáki Csilla rendező által színpadra alkalmazott Don Quixote című kópijátékot mutatja be december 17-én a Vigadó színpadán. Cervantes regényének örökösen küzdő főhőse egy teljesen új megközelítésben fog megelevenedni csütörtökön és szombaton a Vigadó színpadán. A szélmalom harcáról elhíresült búsképű lovag ez alkalommal romantikus oldalát mutatja be, és a korhű zenei betétekkel fűszerezett kópijáték során a nézők egy idealista álmodozót ismerhetnek meg, akinek visel dolgaiban ma is érvényes üzenetek vannak elrejtve. Az előadás Csáki Csilla rendező átdolgozásában az eredeti kétkötetes Cervantes regény hőadaptációja kíván lenni, amely egyszerre szól gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hiszen tematikája a legszélesebb korosztály érdeklődésére tarthat számot. Don Quixote-t Viola Gábor, hű fegyverhordozóját, Sancho Panzát pedig Lung László Zsolt alakítja. A többi szereposztásban Demer Robert és Veres Előd lépnek fel. Az előadással egybekötve megtekinthetőek Vetro András szobrászművész azon művei, melyek Don Quixote-t hívják életre. A társulat szilveszter napján is gondoskodik a nagyközönség szórakoztatásáról, hiszen december 31-én 18 órakor egy klasszikus kabaréval köszöntik az új esztendőt. A Halló itt a Vigadó című előadás alatt a nézők a magyar kabaré irodalom gyöngyszemeiből láthatnak válogatást, amelyeket vidám zenei betétekkel fűszereztek. Az előadásokat januárban is megismétlik a Kézdivásárhelyi közönségnek, és a tervek szerint a környékbeli településeken is be fogják majd mutatni. A hétvégén a Céhes városban rendezték meg az országos U14-es jégkorongbajnokság negyedik fordulóját. Városunk csapata a gyergyószentmiklósi, a brassói, a csíkszeredai, illetve a felcsiki együttesekkel mérte össze tudását. A téli sportoknak kedvező időjárás lehetővé tette a Kézdivásárhelyi műjégpálya beüzemeltetését, amelyen így megtarthatták az idény első jégkorong mérkőzéseit. Pénteken elsőként a csíkszeredai sportklub állott pályára a brassói munkás sportklub ellen. A mérkőzésen a csíki játékosok 19-0-ra győzték le ellenfelüket. Ezután következett a gyergyószentmiklósi Progim és a Kézdivásárhelyi Nagy Mózes sportklub mérkőzése. Sajnos városunk csapata 6-1-es vereséget szenvedett, nem úgy, mint a csíkszeredai sportklub, amely a nap második játékát is megnyerte a felcsíkiak ellen. A Nagy Mózes sportklub játékosai a nap folyamán még egy újabb alkalmat kaptak a bizonyításra, és a brassói munkás sportklubot 10-2-re sikerült legyőzni. Szombaton a Kézdivásárhelyi játékosok 18-0-ra kaptak ki a csíkszeredai sportklubtól. A napot a Progim felcsik mérkőzése zárta, a gyergyói együttes 11-2-es végeredménnyel nyerte meg az összecsapást. A negyedik forduló utolsó napján vasárnap felcsik csapata Kézdivásárhelyt 3-4-re, a gyergyószentmiklósi jégkorongozókat pedig 7-0-ra győzte le. A hétvégén ismét jégkorong mérkőzésre kerül sor, ezúttal az U12-es korosztályban versenyző csapatok lépnek pályára a bajnokság harmadik fordulójában. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!